A közel egy éve elkezdődött árvízes időszak rengeteg lakossági és önkormányzati kárt okozott Sárospatakon. Az önkormányzat akkor vízmajor pályázatot nyújtott be a keletkezett károk helyreállítására. Az apró homokon található homokbányához vezető út ekkor ment tönkre. Fölmértük a károkat, azonnal a Viszmajor pályázatot nyújtottunk be, több mint 90 millió forint értékben, ebből több mint 70 millió forintot meg is ítéltek nekünk. A pályázatot tavaly ősszel nyertük el, ám a munkálatok elkezdése csak idén tavasszal, az időjárás megfelelő fordulása után várt reálissá. A közbeszerzési eljárás után a napokban elkezdődött az út helyreállítása. Az első út, amit elkezdtünk, ez a külterületi út, ez a homokbányához vezet. Reméljük, hogy a következő 500 évben nem lesz a tavalyhoz hasonló árvíz, de azért készüljünk a legrosszabbra, tehát kezdjük a homokbánya felé vezető útnak a felújításával. Majd itt a külterületen folytatjuk apró homok fürdősdülő dorkónak a adott érintett Viszmajor pályázatba benyújtott útjait. Az út felújításának módját a kommunális szervezet utak hidak csoportjának vezetője ismertette. 1800 méter hosszban történik ennek az útnak a felújítása. Ez egy tükrözés után bányameddővel töltik fel, az aljára az 0,55-ös bányameddő, illetve a tetejére 0,25-ös meddőt takarnak. Ezt, mint látjuk a képeken, gréderrel húzzák, illetve terítik, és akkor utána egy úthengerrel tömörítik. A Viszmajor pályázat részeként további utakat és hidakat állítanak majd helyre a városban. Mihelyt az aszfalt keverők beindulnak, a Görbe utcának a rézsű megerősítése és a teljes útburkolat cseréje, újraaszfaltozása történik meg. Az Alkotmány út szintén megsüllyedt egy részen, ennek a kijavítása történik meg, valamint ugyanebből a pályázatból a megsérült csőhidat az Emplén Vízmű Kft. Fogja felújítani, és egy pataki vállalkozó nyerte el a közbeszerzési eljárást a Kisfaludi úton található, Bodroghalászi városrészben található híddal kapcsolatban, hiszen ennek a tartószerkezete is jelentős sérülést szenvedett. Az árvíz okozta helyreállítási munkálatok várhatóan nyár közepére fejeződnek be Sárospatakon.